A 70-es években hát az, az, hogy nagyon nagy minden évben ide-oda utazhattunk, már NDK-ba jutni, vagy Szlovákiába is egy nagy dolog volt, de hát az, hogy esetleg a tengeren túra, vagy arra, arra csak sportolóként, vagy valami nagy művészként volt lehetőség Fortáltos. az embernek. Hárman párban! Kaszás Attila beszélgetései, sztár vendégeivel, aktuális szakmai és magánéleti helyzetekről. Hárman párban! A Spirit fm -en. Köszöntöm a hallgatókat! Ez a Spirit FM 92.9, benne pedig a hárman párban. Mai két csodálatos vendégem, Gajdos Tamás, atléta, tévéműsorvezető Manöken, majd ezt kirészletezzük még a, a vége felé, illetve Cseregás pár, aki dobos, atléta, ö, olimpikon, és akkor majd itt is belemegyünk a részletekbe. Kezdjük a legelején, hogy. Nálad volt ugye egy pici családi ráhatás arra, hogy negyedik gyermekként, ha jól tudom, Így sportolóvá váltál. Tehát az édesapád az ösztökélt arra, hogy... Abszolút, igen. Az ő hatására kezdtem el egyértelműen a futást, a 90 végén volt a móvodás, és akkoriban lett talán igazán nagy divatja a hazai utcai futásnak, és akkor apukámat is ez beszippantottam. Mondjuk előtte is nagyon sportos volt, hegymászó, túrázó, futogatott is, és akkor elkezdett járni ezekre a tömegfutó versenyekre, és nekem is nagyon megtetszett, és akkor én is csatlakoztam. Nyilván először nem a versenyekhez, hanem eljártam vele pár kilométereket futni, és akkor utána jött a klub, meg a versenyszerű atlétika, úgyhogy így szépen beszélgetünk. Emlékszel, partod? hogy hány kilométerekkel kezdtetek, vagy mekkora távol? Igen, akkor ilyen 6-7 évesen, ilyen 4-5-6. Egyszer ha. volt, hogy 10 kilométert is lefutottam 7 évesen, és simább ment, hogyha nagyon élveztem. Azért az csodálatos lehet, meg az óvodás társainak mesélet, hogy te 6 kilométert futottál. Igen, igen. Előző, azért általában szóval ilyen elég későn értünk be az óvodában, mert volt, hogy előtte futottam, <laughs> és akkor ebéd után el is hoztak, úgyhogy én, én, inkább, nekem túl kevés volt a mozgás az óvodában. <laughs> Majd aztán nem sokkal később, vagy tíz évvel később, egy másik 10 kilométernek is nagy jelentősége volt az életedben. Ja, igen, igen, igen. Bocs, hogy nem, nem, nyugodtan. Hogy... Mert hogy mi ott találkoztunk az először. Igen, igen, a Jeruzsálem maratonon, 2013-at, kicsit később volt egy, inkább 15 éve. Igen. igen, és akkor ott, ott az egy jó kis nemzetközi siker volt, hogy 10 km-en második lettem e, ott Jeruzsálemben. Bizony, <laughs> Többet azok. jobb. Az első közös útunk és közös versenyünk, bár én ott nem is tudom, ott én talán csak riporterként voltam jelen, a következő évben, meg két évben egymás után is mentünk így egy csapattal. Én forgatni mentem, mint hmm. a tévést. Sőt, volt reggeli bejelentkezésünk is, a reggeli műsorban onnan. Élőben. Egy élő bejelentkezés, hogy most készül a csapat, és a körülményeket, lé. akkor ott első, az első, mikor először voltunk, az első Jeruzsálem maraton, az egy ilyen történelmi esemény volt, és akkor mitől Már ott, szerintem ott volt előtte pár éve, csak először mentünk így magyar csapat. Ja, vagy nekünk minden igen, esetben. Hát talán, volt, talán a harmadik igen. rendezés volt szerintem. Vagy talán maratonként akkor volt először, mert voltak ennek múltja, hogy korábban igen. is voltak ott távfutó versenyek, talán csak a, a, hosszabb táv. De egyébként akkor még én úgy emlékszem, hogy te nem is teljes, akkor még csak 10 km-t Igen, akkor egyetemista voltam, akkor 10 km fél maraton volt a főszám, és egy pár évvel később a maraton a családi vonalatot nézzük, Tamás, akkor nálad az egyik legjobb ötlet az annak bizonyult, hogy az Arany János iskolába kerültél, ahol angol nyelvű képzés volt abban az időben. Igen, Azért Igen. az elég ritka. Hát, hát ez, ez, ez most, ez, hú, úristen, a múlt század közepe felé születtem, mondjuk, és pár évek később ugye iskolába kerültem, és ez tényleg, hogy ez a, ez a 60-as évek közepén, ugye 64-65-ben kezdtem, az egy, hát most nem mondjam, hogy 60-as évek, kőkemény Káda rendszer. Hogy, hogy akkor az, hogy az orosz, az persze kötelező volt, de az, hogy lett hát a második osztálytól kezdve angol nyelven, tulajdonképpen egy idő után anyanyelvi szinten beszélt, olyan szintű tanáraink is voltak, az egy fantasztikus dolog volt. Azért is mentem oda egyébként, nem holmilyen úri passzióba, hogy a Sashegyen egyébként jelentetesen egy exkluzív hely, a mai napig is Arany János általános iskolai és gimnázium, 12 év folyamos ott trónol a fegyen fönt, mikor a bakcsomó pontnál kanyarodtok, látjátok azt a sárga épületet, ami egyébként régen a Szioni apácák zárdája volt. Hát mi már nem zárda életet <laughs> éltünk ott. Ők 120 -a, mi 1200-an voltunk abban az épületben. Jó, az régebben benlakásos volt, később már csak úgymond ilyen nappali tagozatos iskola, de valóban ennek ez volt a kuriózum, és azért is jártam oda, mert a egy lábánál laktunk, ott a MOM park környékén, <laughs> és onnan egyébként ez is a sport, mert ugye gondolom ez is majd szóba kerül nálam, és esetleg a sport, hogy, a, hogy attól kezdve az életem minden része volt, mert akkor sem nagyon szerettem korán kelni, és pontosan érkezni helyekre az iskolába sem, és kezdeti 15 perc után, jól megszem, 7 és fél perccel sikerült leküzdenem azt az időt, ez kb. egy kilométer, hegynek föl, 143 lépcsőfok, a Szion lépcsőn, Sion fölfele, ez a sirály lépcsőn, aztán szion lépcsőn is. Más alapozásnak fölfele futva, ezt. Igen. Igen, szóval így, így kezdődött, meg ráadásul emeletes, nyolcadik emeleten laktunk, és egy emeletes házban lift nélkül, naponta két számszor, ez ugyancsak megvolt, úgyhogy így ez megadta a kellő alapot már gyermekkoromban. Alapvetően a családban nem volt Ennyire sporttudatos, aki azt mondta volna, hogy már pedig. Hú, fursál. nagyon nem. Lehet, hogy éppen ezért is, vagy ennek ellenére volt. Nem, édesapám korábban, nem tudom, focizott, röplabdázott, de 40 éves korától abszolút semmi. Levit minket focizni a parkba, megtanított úszni, és az alapok megvoltak, de egyébként édesanyám se biciklizni, se úszni nem tudott át az ő része, aztán semmilyen ilyen inspiráció nem volt. Később kamaszkorba jött aztán ez a versenysport, azt már ezzel szerelmes értem, de tényleg ez meghatározott az életemben, most part sarolta lévén a távfutáshoz, uh -huh. jöttem, akkor még először a tájfutáshoz, a tájékozási futáshoz kerültem, és azzal kerültem kapcsolatba az ő inspirációjával, ugye akkor lett 72-ben világbajnok Cseh Szlovákiában, akkor mégis akkor egy évvel később egy ilyen toborzás pont az Arany gimnázium gimnáziumi részben voltam akkor már, és aztán az ő inspirációjára kezdtem uh -huh. ezt a Sportolást. Egyébként az, hogy sok sportágat kipróbáltok, az közös bennetek. Tehát, hogy amikor elolvastam, vagy olvasgattam valamit, rengeteg sportág fel van sorolva. Tehát a sífutástól kezdve. Tehát volt még egy olyan lejtett mondatod is, hogy Sajnos belekerültem egy olyan közegbe, akik gördeszkáztak és grafitiket <gül> <gül> készítettek. Ma, ma már ez a sajnos, ez lemaradna a mondatra, mert örülünk, ha a fiatalok gördeszkáznak. Szerintem ez miért sajnos, vagy ez miért? Ja, ez, ez inkább egy egészségügyi szempontból mert azért sok sérüléssel járt, nem is annyira szerintem nem tört el semmi, tehát nem ilyenre gondolok, hanem azért a deréknak, hátnak, izületeknek tényleg nem jó volt, hogy 6-8 lépcsőfokat is ugye leugrattunk. Ez a sok zuhanás, vagy becsapódás és ez egy ilyen két éves két-három éves időszak volt tinédzserkorom, és utána visszanyargaltam az élsportba, és akkor ott éreztem így 18-20 évesen, hogy hú, azért így, így azért leromlott így, így az állapotom, így, a, így a kasznim, és akkor így, így nagyon rá kellett állni utána az ilyen bemenítés nyújtás gyógytorna, hogy ezeket helyre let lett aztán tizen, 2018-ban volt egy és is, eznek ja. is köze volt a gördeszkához. Tehát így a, az élsport meg az egészség szempontjából sajnos, amúgy egy színes része volt az életemnek, és máig néha így visszavágyok, hogy kicsit deszkázzgassunk. Még tehát oktattál is? Oktattam is, igen. igen. <laughs> tehát, hogy igen pont amikor én voltam kamasz, akkor ez nagy divat volt, és akkor sokan csinálták, és akkor akik átlendültek egy holdponton, azok komolyabban is csinálták, és azért én is egy 3 három-négy évre bele. Adtam. Hát látványos sport az biztos. Nekem is Kérdezik. volt egy ilyen extrém sport időszakom, ha a mountain ot annak lehet nevezni, ott is ilyen ugratás, meg egyéb érdekes terepakadályok leküzdése ö, van. Ez a 80-as, 90-es évek közepe, igen, amikor nagy divat lett, hasonlóan a House, mindenféle extrém sport. Ö, és akkor nem marad... féltél hogy úgy megsérülsz, hogy a futásban vasárlom? De igen, vasár, de igen akkor már nem versenyeztem, tehát ez, ez éppen senior korba léptem. Ez is volt az egyik fő vonzere, egy barátom úgy rángatott belőle. Figyelj, 35 évesek lettünk, volt osztálytársam különben, Szalonta Jandis, akivel 12 évig jártunk együtt az Aranyba és korábban cross motor versenyző volt, na, tessék, az még veszélyesebb, össze-vissza törte és magát, épp azért kellett abbahagyni, viszont a mountainbike az nagyon jó kiegészítő sport volt neki, és akkor én is ráfanyarodtam erre, akkoriban jöttek be ezek a vastag kerekük, most kirendszerségek eléről beszélek, az egy tök új dolog volt, még Amerikában is csak 10-15 évek találták ezt ki, hogy egyre vastagabb kerekű bicikliket terepen is lehetett menni. Teleszkópról még szó sem volt, de akkor azzal mentünk árkombokra, és ez, ez, nagyon tetszett, és akkor volt egy 4-5 év, amikor hát nem csak versenyeztem, hanem ki tudja miért, mert akkor már televíziósként vártak tőlem valamilyen <laughs> fajta publicitást, és, és akkor megválasztottak a Montel az akkor a kerékpár szövetségből kivált önállósodott Montel elnökének, és akkor 5 évig dirigálta, ami alatt nem ennek köszönhetően, de éppen olimpiai sportággá is vált a Montel és hát azóta is már tudjuk, azóta van már egy most Katablanka lévén egy negyedik helyezésünk is volt már sportában. Ha más sportágakat nézünk, akkor neked van egy ilyen hat sportág, hat bajnoki cím, hat, egy ilyen hatos sorozat. Ó, volt az, de hát az már, már barlangra, <laughs> mondani a híradóban, kollégáim. Hát ez, ez egy pont hat évvel ezelőtt, most akkor újra mi, föl lehet ő. nevetni, mert ez 60 éves koromra találtam igen, mint kihívás magamnak, hogy hat évtized, 6 sporták, 6 bajnoki cím. Akkoriban jött divat bajt az ATV-n belül is, ugye társ csatornák, hogy egy kicsit foglalkozunk komolyabban a közösségi médiával, illetve vannak a felhasználásával, a műsoraink, meg önmagunk promotálásával is kaptunk egy ilyen képzést egy social media szakértőtől, aki mindenkinek megkérdezte és megpróbálta elő húzni belőle, hogy mik a specialitásét, tehát hogy valami különbözünk egymástól, karakteresen ki a főzésről, ki a sportról, ki a nem tudom mir, miről beszélgessen, esetleg blogoljon. És akkor azt, te mit szoktál? mondani? sport. És hány éves vagy egyébként? Hát mondom, most leszek 60, ez tavasszal volt. Hú, de jó, és akkor kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen kihívás, hogy egyrészt az, hogy Gajdos Tamás 60, ez, ez a címe az oldalon a Facebook oldalnak, és akkor, a, hogy valami eseményel, esemény sorozattal hívjuk fel a figyelmet, és akkor kitaláltuk ezzel erről Postoltam végül is, nem blog lett belőle, hanem, hanem a Facebook oldalam pillanatokat egy tízezes látogatottság fölé ment, azzal, hogy valóban az korábban általán az előző hat évtizedben már üzött sporták, a tájékozódás, az atlétika, a triatlon stb hat különböző sportágban nyerjek bajnoki címet. A korosztályomba persze az nem mindegy azért, tehát nem a gazsival versenyeztem mondjuk a is és az esélytelen lett volna, hanem, hanem a magam korosztályval, és ez sikerült is túl azt hiszem talán nyolc lett belőle. Olyannyira, hogy következében mert még el kellett licitálni, akkor pedig a 16. keleti lakosként, ugye Mátyás volt, lakom, akkor meg azt álltam ki, hogy 16 bajnoki címet a 16. kerületnek, így ilyen felajánlásként a roppant sportos polgármesterünk Kovács Péter ezt nagy szeretettel üdvözölte, ő is ikaruszos atléta volt egyébként, innen volt a szimpátia, meg az ismeretség. És valóban akkor sikerült ezt megfejelni, tehát akkor már 16 Igaz, hogy az atlétikán belül, tehát nem 16 sportát, az atlétikán belül 800, 1500, 5000, több száz fedett pálya, szabad tét, tehát csak volt 5-6 körülbelül, és mm. Viszont könnyebben összejött. És akkor, akkor kaptam rá igazán ennek a szeniorkori másodvirágzásnak az ízére, hogy hát lassan kihalnak az ember, mert az emberek őszintén most tényleg egy találkozón is hát mit látunk, tehát jó, jó. hogyha a fele még számomra is felismerhető. De. Ő külsőt megtartja a barátaimnak, tisztelt a kivitelnek, tényleg is nem akarom őket bántani, de sajnos ez egy általános tendencia Magyarországon, hogy 50 fölött, 60 fölöttnek plán az emberek már kapát, kaszát eldobnak, legjobb esetben ülnek a tévé előtt, és, vagy a kiskedben kapálnak Falszor. ez a maximum, tehát nagyon kevesen a sportolnak, és hát ezt, ezt pont ezt a, bocs, ezt a réteget akartam megmozgatni, ez a ilyen. cél nem egy ilyen öncélú éremhalmozás volt, hanem ezzel felhívni a figyelmet a középkori, időskori sportra is annak a jótékony hatására, és ezt azóta is csinálom, nem csak a Facebook oldalon, hanem itt a rádióban és egy sportmotivátor címen éppen erről szóló szabadidő sportmagazint is vezetek. Gáspár, ti az, ti az online-ra mennyire építetek? Mert ugye itt elhangzott az, hogy kaptak ö, uh, képzést, de ugye ez egy olyan hasznos platform lényegében, amin a legkönnyebben lehet kommunikálni bárkinek. Mármint arra gondolsz, hogy a saját, a saját élet, a Abszolút, így van. Így van. Hát meg a sponzorok bevonzása. Persze, életében ez, ez, életében, ez, egy ilyen sportolónál azért valamennyire alapkövetelmény. Nyilván eltérő, ki mennyire él ezzel a lehetőséggel. Mondjuk igaz, hogy Magyarországon ennek még nincs talán olyan nagy kultúrája, bár most már kezdünk fölzárkozni. Én a kezdetektől fogva írtam blogot, létrehoztam közösségi média oldalakat. Igaz, hogy most, amióta családot alapítottam, egy kicsit ritkásabban megyek ki a, a nyilvánosság elő, egy kicsit jól esik inkább így az otthonban lenni, de azért nyilván az eredményekről, meg a főbb hírekről mindig adok tájékoztatást, is, ezért ezt látom is, hogy ö, amellett, hogy ebből lehet szponzori együttműködések irányába elmozdulni, amellett, hogy tudok értéket közvetíteni meg másokat így inspirálni, támogatni. Ott van az is, hogy ha meghívnak ö, akár, ahogy most ti is, egy stúdióba, akkor, akkor az mindig jó érzés, hogy látom, hogy ö, fölkészülnek úgymond belőlem, és ezt szeretik általában a média munkatársak is, hogy nem úgy nagyon nehezen kell utánam keresni, hanem úgy viszonylag azért könnyen találnak ö, információkat, és, és ebbe biztos azért szerepe van annak is, hogy én is azért így igyekszek így kifelé kommunikálni. Az jobb futókra mondtad, hogy ott például külön csapat dolgozik azon, hogy brandet építsenek, self-brandet egy-egy futóból, mert hiszen az a cél. Így van, igazából az utóbbi olyan 5-6-8 évben beszéltünk arról, hogy tényleg vannak most már olyan afrikai futók, sportolók, akiket széles körben ismernek előtte, mivel nem is nagyon kommunikáltak meg, azért a közösségi média se volt olyan szinten, illetve sokszor jellemző volt az, hogy jött egy hitetség, és futó, hamar valahogy eltűnt, É, tehát mindezeket együttvével nem nagyon tudtuk megegyezni őket, mert jönnek, mennek, meg sokan nem vannak. Tök unalmas, hogy mindig csak a világcsúcsokat láttunk, de tényleg erőszak. Semmi olyasmi, mint a milyen cipőben fut, M mit is vagy lát, futott egy És akkor a kipcsoge, aki most már sajnos volt világcsúcs mert pont most döntötték meg a maratoni világcsúcsát. Ő volt szerintem az első igazán olyan ikon, akit új széles megegyeztek. Neki létrejött azért több milliós nézettségek, követőbázisa, és, és végre így a, a, a hosszú távutás így kiemelte egy ilyen így, 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 kicsit egy ilyen periférikusabb helyről. Nyilván előtte is, mint szabadidős sport, nagyon-nagyon népszerű volt. Nem, mint profi sport, a hosszú az egy kevésbé népszerű sport. Vagy nem is azt mondom, hogy népszerű, de nem annyi. Tehát nem, nem ültek az emberek úgy oda téve, hogy na most akkor szurkolok ennek meg annak, mm. hanem így, hanem inkább hogy, úgy, úgy objektíve szerették az emberek a maratonfutás, de nem volt ez így megszemélyesítve. És talán a képsége volt az első ilyen ikon, és azóta még van még néhány. Teljesen kívülállóként én azt érzem, hogy az eladhatóság az egyik olyan pontja, ami, ami ilyenkor fontos, például a Tour de France-nál ahogy megy a drón, és ahogy mesélnek minden területről, ha ezt egyszer majd maratonnál. Tehát biztos, hogy lesznek. Megvan csokítás, azért, már most is, már is a, van, a Budapesti kapcsán van, volt, volt, ilyen volt igen, az eseményeket. Igen. Akkor élvezhetővé válik. Tehát igen. akkor egy kívülállónak, aki lehet. Az látványban nem? is ez törekvés, és sokat többet adjanak. Igen. igen, a igen szerintem is. egyébként egyre jobbak a közvetítések. Hozzá kell hogy ez a két óra, ez most már ugye két órát futják, lassan belül, azért nem olyan hosszú. Tehát tényleg gyakorlatilag hip-hop mennek az 5-10 km-es részidők, tehát itt azért nem nagyon sok óráról van szó, és tényleg így, hogy van egy kis turizmus is benne, mutatják a hobbifutókat, mutatják a külön a női, férfi, külön az európai, külön az afrikai, plusz a statisztikák, így ezt a két órát szerintem már azért meg lehet úgy tölteni, hogy hogy igenis hogy leülnek mert. az emberek. A közös kedvenc sportálunk az atlétikával kapcsolatban az a probléma inkább, hogy amikor 43 szám zajlik a stadionban, bár ez ja, színes, ja, de de sokszor ugye egy dobószámnál ugye hát ugyanaz történik, neki fut eldobja, <laughs> neki fut eldobja, közben megy a futószám, most gyakor, három súlylököt esüllyököd dobt. Hát sokszor már nem meg. tudják, hogy hova kapcsoljanak, de, de ezt, ezt látható, most a szervezők már törekszenek arra, hogy az időrendet úgy állítsák össze, hogy minél sűrűbben, minél jobban minden percében a közvetítésnek nyújtsanak valami látványt, ami. Valóban régen csak egyszerűen az eredmény közlésről szólt, tehát a tényt közölték, Abszolút. hogy 23 méter 5 centirett a súlylökő világcsúcs. Egyébként te azért választottad a futást, ezt egy-két helyen hallottam, hogy az egy nagyon jó számszerűsíthető sport, Lemérhet. Például ezért nem lettél futbalista, mert ugye a színészi játékot egy picit előrébb jön, és ott nem e, annyira zseniális, operiatív. Igen, zseniális tehetség lettem volna, de még nem. Botlában van, tök ügyetlen vagyok minden labdát, mindegyiket szeretem, mindegyiket üztem szinte, de hát beláttam hamar már a gimnazista éveimben, ez nyilván volt, hogy én ebben nem fogok kiemelkedni. A futásom azért csináltam, külön, hogy kiemelkedjek, egyszerűen az adta magát, illetve volt egy gyerekkori, igen, arra célzó valószínűleg, hogy édesapámmal lapozgattuk, akkor még a a népszabadság utolsó oldalát a sport, és mindig azzal kezdtük, hogy na, milyen sportágat lehetne csinálni. És akkor sok mindent kipróbáltam, de ugye a híreket is néztem, rettetes módon bosszantott az, hogy a tornában, vagy a, műkorcsában az Almási Zsuzsit mindig lepontozták, tehát olyan szubjektív, a bíró nem fújta be a lest, a henszet, nem tudom. Mi marad? Hát maradnak ugye a ciklikus, a mérhető állóképesség sportok, úszás, futás, kerékpár úszáshoz is ügyetlen volt, a volt, faltól falig, mai napig nagyon gyengén úszom. A kerékpár az volt a probléma, később aztán ráfanyolottam, mert megtudtam, hogy ez hamis hogy információ volt, ami elriasztott tőle. Nevezetesen, hogy olvastam pont a Népszabadság hátsó oldalán hogy Hungária kupa kerékpár verseny. Kovács már öt perc elhúzott a mezőn, amikor egyszer csak sorompót kapott, és a kútolék, nem mondom, úrista, akkor ez se kell nekem, ez is milyen igazságtalan. Tudjuk azóta, hogy időjóváírás, mert minden is meg lehet oldani, de a futás maradt kizárólag az egyetlen dolog, ahol semmiféle beleszólás a bírónak, közönségnek, fújolásnak, ki hogy látta, nincsen. Aki előbb ér a célba, egyértelmű ott a vonal, az óra megmutatja. <gül> bocsánat, <gül> ráadásul tervezhető az edzéséd alapján nagyjából tudod, hogy mire számítasz. A világ másik táján 400 méter, ugyanúgy 400 méter a kör, tehát az Ausztrál ellenfélele szemben pontosan tudom, mire számíthatok majd, amikor itt egy versenyen találkozunk, és ez, 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 aztán beszippantott, és így lett aztán a tájékozási futásból atlétik egyébként. A bicikli, az téged is megérintett. A biciklizésnek egy fázisában volt egy érdekes nyilatkozatot, hogy túl törekvő, túlságosan nyomuló sportág, ami neked nem fog menni. Egy Így adatán. van, én is pont ezt akartam megemlíteni, hogy én is ugye kipróbáltam más, meg a duatlon, ugye futás-kerékpározás kombinációjában álló összetes sportág, illetve a sífutás, ezeket próbáltam ki, de ott is mindig voltak olyan ilyen negatívabb tapasztalatok, amik miatt ő egyértelmű volt, hogy a futást kell találni. Tehát mondjuk eleve a végül 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 futásnál nincs itthon hó, meg pálya, Igen. ez azért ez tehát egy tehát az elég az nagy. nagy, tehát gyakorlatilag ez egy olyan döntés, hogy ki kell költözni mondjuk Ausztriába, az meg úgy nem, nem jött volna össze, sem anyagilag, sem úgy, az, az nagyon nagy vállalás lett volna. Hogy a kerékpárnál, ahogy említettem, hogy, hogy ott is ö, ö, válasz, vagy választottál, amit mondtál, hogy volt olyan Európa-bajnokságon, az élmezőnben voltam, de elerett az eső, csúszott a talaj, volt egy visszafordító, elestem. És elúszott a verseny. És akkor az tök volt, hogy hogy rajtam kívülállók, ugye a futásban azért ilyen általában nincs, ott tényleg amit beleraksz edzés, meg a verseny is, amit ott helyben megcsinálsz, ráadásul van el, rá két órád, így igazságosabb. Úgyhogy én ezért is döntöttem, de valószínűleg amúgy is itt kötöttem volna ki, mert én, én hiszek abban, hogy mindenki azért kap egy tehetséget, amit így felfedez, hogy tégez ez megy, és akkor ezzel tud a legjobban azonosulni. És nekem egyértelműen a futás volt, és például reflektál a futballra, hogy szerintem ez gyerekkorban azért nagyon eldől. Tehát én nem nagyon ismerek olyan futókat, akik például jól fociznak, mert ez szerintem már habitusban egy nagyon külön válik, hogy vagy ez az irány, vagy az az irány, mert az egyik az tényleg ez a taktikai, nagyon ö, 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 technikai is, meg meg kicsit ilyen akár ilyen önzős, meg 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 ilyen, ilyen, megmutatós, most a focira gondolok, de ugyanakkor nagyon kell tudni csapatban tíz is. Ember is múlik az eredmény, nem csak Így van, maga meg kell idő. ugye a csapattal is Igen. együttműködni, az is egy külön kvalitás, és akkor van a futás, az meg inkább ez a tipikus elmélyült introvertált, aki nem másokhoz alkalmazkodik, de nem is akar nagyon így lenyomni a többieket, hanem szépen így szorgalmasan csinálja a munkát, és valószínűleg, a gyerekkoromban is ilyen habitusú voltam már így, ez, ez, így nyilván nem tudatosan, de így látás módon ez, ez vonzott. És hirtelen Forrest be nekem, aki ugye neki indult, és csak futott, és futott, és ő. Hát ez egyébként az érdekes most, ahogy én mondtam, hogy a most a miatt kezdtem, ugye ő hozta be Magyarországra, ha már Forrest Gumpot mondta, hogy Amerikából, illetve hát a Skandináv országból a, a, jogging, és uh -huh. akkor ő kocogásról ugye fordították, Peterdi Pál, ők találták ki ezt a fogalmat, meg hogy a láb mindig kéznél van. Tehát egy végtelen egyszerű, mindenki számára elérhető sportág, és óriási divat lett azóta, tehát az 70-es évek óta, és most 2000-es évek óta, plán, aztán most meg a Covid-tól, aztán még mindenki elkezdett futni, meg kerékpározni. Hála jó Istennek, hogy van egy ilyen törekvés az emberekben, hogy szerintem ugrásszerűen megnőtt az elmúlt években a a Futó, így, sport szinten abszolút. is részt Meg egyébként csak annyit hozzász, hogy amúgy, ha belegondolunk, ez tök nagy dolog, hogy abban a diktatúrikus rendszerben, amikor minden sport felülről szervezett volt, hogy kialakult egy ilyen kicsit ilyen civil alulról szerveződő dolog, ami ugye a, akár a, azért a, 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 Balaton átúszás is ilyen volt, meg az Igen. első triatlon versenyek, el, első Budapest maraton is 84, meg ugye a Kinizsi százas, tehát hogy én akkor nem éltem ezt, mert mind apukám mesélte, de így belegondolva, hogy amúgy így nem volt így szabadság annyira ilyen dolgokra, a sport mégis így utat történt. Ah, tényleg, ez, nem is, ez, így van, hogy a, a, szabadság kitörés vágy is benne volt, én és kamaszkolom azért ragadott maga a tájfutás, is, mert aztán természetben teljesen szabadon lehet, hozzá egy óriási, óriási élmény meg hát az, hogy utazni lehetett a sporttal. Nekünk még az is számított, talán neked is még, de hát a 70-es években hát az, hogy minden évben ide-oda utazhattunk, már NDK-ba jutni, vagy Szlovákiába is egy <laughs> nagy dolog volt, de hát az, hogy esetleg a tengeren túra, vagy arra, mert arra csak sportolóként, vagy valami <laughs> nagy művészként volt lehetőség az embernek. Abszolút. Most egy picit zenélünk, aztán innen folytatjuk. Köszöntöm a hallgatókat. Ez továbbra is a hárman párban, és benne pedig Gajdos Tamás és Cseret Gáspár, kezdjük újra, mert már máshol járt a fejem. Már máshol járt. a hallgatókat, ez továbbra is a hárman párban mai adása, és mai vendégeim Csere Gáspár, illetve Gajdos Tamás. Mindkettőjükről a sportról, illetve a sporthoz való viszonyról beszélgetünk. Nekem egy nagyon érdekes mondatot feltűnt, Gáspár, hogy azt mondtad, hogy nem szabad feladni egy versenyt, mert onnantól kezdve, hogy valaki egyszer felad egy versenyt, az lehet, hogy később rutinná válik. Így van. Ö, ezt valószínűleg többször is mondtam, és azóta sajnos ezt megtapasztaltam a bőrömön is, két éve volt először, hogy feladtam egy maratont, az végül is egyébként jól sült el, mert utána két héttel később megfutottam a mai napig fennálló egyéni csúcsomat, tehát az egy, egy taktikai húzás volt, hogy az a verseny annyira ő, nem volt alkalmas egy jó időeredmény futására a meleg, meg több tényező uh -huh. miatt, hogy inkább ő, ő, nem futottam végig, azért tudni kell, hogy 42 km akárhogy is végig megy az ember, az olyan energiavesztesség, hogy utána akkor lehet, hogy több hónap, mire megint rajthoz tud az ember állni. Hát egy, egy, egy évben egy-kettőnél többet. Hát, hát egy-kettő hát három, igen, nélkül. ilyen magas szinten. Úgyhogy az, az végig is sült el, de utána sajnos az elmúlt két évben még két ilyen kiállásom volt. Úgyhogy amit én előttet többször elnyilatkoztam, hogy, hogy ez így van, ezt én is sajnos elszenvedtem, hogy azóta lett egy ilyen spirál de most ő ennek megígértem magamnak, meg másoknak is, hogy véget vetek. Úgyhogy most májusban el is indultam egy olyan maratonon, amin csak azért mentem el így a szezon végén becsületből, hogy most megmutatom, hogy úgy zárom le a tavaszi szezont, hogy nem adom föl, és akkor végig is ment. Igaz, nem lett egy nagyon fényes eredmény, de ez meg lett, és most úgy állok hozzá a következő hónapokhoz is, hogy ha gyengén is, de be kell fejezni, mert mert ennek tényleg van egy ilyen pszichés vetülete. Magyarország ugyan két nagy maraton, ez a vizer, lényegi, vagy a, a spármaraton, bocsánat. Igen, az a teljes, teljes maraton, és maraton és a Vizer félmaraton. A félmaraton így maraton, van. Igen. Hogy mind a kettőnél ugye te értélen nagyon jó eredményeket. Az idei évben ez hogy sikerült? Most úgy volt, hogy a, a szeptemberi félmaratonon, ott hát ott három kenyai nyert, és akkor utána jöttünk mi magyarok, ott nagy csatában voltam a a Lombádám alő végig is a magyar bajnok, és én a második. Tehát ott összesítés ötödik lettem a magyar bajnokságban második. Ott amúgy többször nyertem, most, most, második lettem. Most van egy elég jó utánpótlás, ami egyébként biztató, és nekem is ö, ö, ezt úgy kell felfognom, hogy ez jó, mert most végre van kielezettebb versenyhelyzet. Előtte most eltelt egy 6-8 év úgy, hogy, hogy, kevésbé voltak kihívóim, most meg van egy-két ilyen 21-23 éves tehetség, akikre nagyon oda kell figyelni. A spármaratonon most nem indultam, mert más versenyek voltak a fókuszban, úgyhogy azt ott most szurkolóként voltam csak <laughs> Egyébként Tamás, neked volt olyan verseny, amit feladtál? Puh, nem nagyon emlékszem, hát ugye én ennyire hosszú távokon nem vagy csak nagyon ritkán versenyezek, tehát mondjuk félmaratont is. Hát a duatlonra gondolok, vagy amilyen degyes igen, sportokra. A, a triatlon középtáv hmm. közben futok, hmm levezetésként hmm. egy fél maraton, egy 90-es bringa, meg egy előtte egy közel két úszás után. Hát ott az is olyan, hogy tehát az is egy évben egyszer-kétszer van, tehát az ember nem engedheti meg magának, hogy, 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 feladja. De hát nyilván van olyan helyzet valóban taktikai szempontból fontos. Főleg, hogyha utána van lehetőség két hét múlva javítani, hogy, hogy jobb inkább hagyni a fenébe, mert nem ér annyit az egészséged is, hogyha úgy érzed, hogy gyomor problémák vagy egyebek vannak, hogy de a duatlon igen, egyébként na, az, mivel mondtam, hogy az úszásban hót vagyok, ha nagyon muszáj triatlonban mindig utolsóként jövök ki a vízből, és akkor az leúszom, de és akkor utána bringába futásba javítok. Ezért a duatlon a igazi kedvencem, mert ott csak úgymond az első szakasz is az úszás helyett futás, tehát egy különböző távok vannak, de mondjuk a, a legutóbbi Európa bajnokságon, ahol második lettem, a VB-n, ahol, ahol harmadik helyen végeztem, ott ez az 5 km futás, 40 bringa és 2,5 km futás, ez a, ez a megoldás van. És hát ott azért annyi vagy az átöltözéskor, de a két szám között egy cipőt kell váltani, minimum ott azért van lehetőség kicsit töltődni, rendbeszedni magát az embernek, és akkor, hogyha nagyon nagy gáz van, kicsit többet pihen esetleg. De hát az, amikor a győzelem általában elúszik, de de hát az nagyon fontos az, hogy az ember hogy, hogy, készül erre mentálisan is, frissítés, ahogy mondta Gáspár, hogy a, a nagy meleg is nagy problémát jelenthet, tehát megfelelő módon kell tudni hűteni magunkat, sókat, vitaminokat oldott italokban bevinni a szervezetbe, és ezt nagyon tudni kell érezni kell az embernek saját magának, hogy mi az, ami éppen akkor jó, és amire szüksége van. Egy riportban azt mondtad, Gáspár, hogy 5-8 fok az ideális futó hőmérséklet mondjuk egy maratonnál? Ő nagyjából igen. 10 úgy, alatt mindenképpen. Én, én. Én, inkább úgy mondom, hogy nagyjából így az 5 és a maximum 15 között, de valahol ez a 8-10-12 fok ez az optimum, ebben lehet eltérés, tehát mondjuk egy afrikai azért még elég, eljó, elég jól elfut 20 fokba is, ha kell, és akkor mondjuk a skandináv az már 12 fokban is fölveszi a a jégzselét a sapkája alá, tehát hogy neki az már meleg. Tehát itt azért vannak valószínűleg ilyen kulturális különbségek is, meg akár teljesen szubjektív, de valahol ott ez a 8 10 fok az biztosan nagyon jó, de még akár 5 fokba is nagyon jól lehet futni. Inkább legyen hideg, mint meleg, mert, mert akkor ugye nem izzadunk, és egy sokkal gazdaságosabb üzemi hőmérsékletben tudunk funkcionálni. Ez ugye nagyon nagy itt a hőtermelés, ugye kb. 20 km per órával megállás nélkül futunk és lehet, hogy a rajtnál egy kicsit még fázunk, esetleg fölveszünk egy, egy könnyű kesztyűt, de cserébe a táv nagy részén nagyon ideális lesz, míg hogyha 20-25 fokba indulnánk, ami laikus számára azt mondaná, hogy az az ideális, lehet, hogy a rajtnál jól érezzük magunkat, meg mondjuk még 5 kilométerig, de cserébe a maradék 35 az meg szenvedés lenne, és hát ezért van az, hogy a, a két fő versenyszezon az a tavasz és az ősz, mert akkor van ez a kellemes átmenet idő, bár most Magyarországon már télen is szinte ilyen idő van, Úgyhogy a télen tök jól lehet futni, hogy ezt, azt mindenkinek mondom, hogy az nem lehet kifogás, mert, 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 mert a langyosak a telek, hogy simán lehet futni, sőt, kifejezetten jó. Ha már a hőmérsékletről beszélünk, én olvastam Tamásról egy olyat, hogy 5-6-7 ezer méterre is mentél föl. Az, ezek hogy jöttek, ezek a kihívások, vagy ezek a célok? Hát ez egy teljesen meglepő kihívás volt, ez 10, most 15 éve volt, igen, 2008-ban azt hiszem. Ez egy jubileumi csúcs támadás volt, mert hogy 1968-ban volt azt hiszem első alkalom, hogy magyar hegymászó 7000 méter fölé jutott, ez konkrétan Kirgizisztánban a Pamirban a Lenin csúcs támadása volt az 7100 méter, és ennek a jubileum alkalmából az egyébként ott abban az expedícióban is részvevő katona László túravezetőként szervezett egy csapatot, tök amatőrökből, mint amilyen én is vagyok, az volt a, ö, alap ö, válogatásért, vagy legalább egy fél maraton már fusson életében, tehát legyen egy képesség alapja, és aztán több lépcsős ilyen válogatási rendszerben először a libegő alatt kellett háromszor föllemennünk 30 kilós hátizsákkal, hogy hogy bírjuk a gyűrödést, és kiválasztottak négy embert, és ezekkel mentünk valóban. 6200 méterig jutottunk, a Rászdiána jelenlegi csúcsot sikerült meghódni, tehát az már ott az örök hóbirodalma. Tehát egy kis izelitőt kaptam valóban a az örök télbirodalmából is. De hát ez, ez kellett, igen, egyfajta egy ilyen hosszú távú sport alap. Egyébként soha életemben nem másztam, vagy nem voltam 2000 méter fölött, tehát nekem nem volt ilyen előzményem. De hát nem mondom, hogy rettetesen élveztem, már utána élveztem, hogy túl voltam rajta, mert ott épp meséltem, hogy mindenféle hegyi betegség, minden meg, magaslati betegség megtámadott minket, és vagy 10 kilót fogytam ott 10 nap alatt. Tehát amúgy sem vagyok egy túlsúlyos ember. Tehát nagyon ember próbáló dolog, de egyébként is a állóképesség sportokkal ugye ez van, hogy hogy ez önmagában a maraton teljesítése már egy olyan feladat, amit ugye nem is nagyon lehet egy-két-három alkalommal többször bevállal egy évben. Hogy ez egy nagyon más mentalitást, hozzáállást, felkészülést igényel, mint egy bármilyen rövidebb vagy középtávú szám, amit akár minden héten le lehet egyszer futni, vagy van lehetőséged javítani is például a versenyeredményen. Tehát ezért, ezért nagyon nem mindegy a hozzáállás, és ezért mondta Náspár ezt, hogy hát igen, nem jó feladni, persze, mert mert kevesebb javítási lehetőség van. Hmm. Tehát azt az alkalmat kell, és ez plusz teher nyilván mentálisan, és a versenyző ez egy speciális felkészülést igényel, hogy hogy, hogy annak az évnek az egy-két csúcsversenyre, amikor tényleg nagyon produkálni kell. A berlini pályára azt mondtad, hogy 27 méter a szinten különbség, az hiszem, az egy nagyon kellemes pálya. Közönségileg melyik a legjobb? Mert hiszen azért mi tévénézők látjuk azt, hogy végig szurkolnak ugye a, a maratonpálya mellett. Melyik az, amelyik hangulatilag neked a legjobban tetszett? Vagy ahova még mindenképpen akarsz jutni? Ez jó kérdés, mert például a berlini pontosan azért különleges, mert a szakmai szempontok nagyon jók, hogy említetted, nagyon gyors a pálya, mert nagyon sík, jó a vonalvezetése. Itt ezt sokan nem érti, de itt igazából arról van szó, hogy hogy a túl monoton pálya sem jó, meg a túl kacskaringó sem, hanem valahogy a kettő között kell megtalálni, és a Berlinben ez nagyon jó, jó az útburkolat is, nincsenek visszafordítók, nincsenek hidak, tehát egy ilyen, egy nagyon jó, jól futató pálya, viszont nagyon jó a szurkolás is, tehát ott, ott olyan nagy hagyománya van annak a versenynek, szerintem már legalább 40 éve rendezik, hogy ott hogy kijön az egész város, és végig ováció van, és azért az segít főleg a nehéz pontokon a második felében. És vannak például Németországban még szintén nagyon jó pályák, amiken voltam, Frankfurt vagy Hamburg, de ott például azok olyanok, hogy ha ki a városból, akkor ott jó darabig nincs szurkolás. Én egyébként ezt is szeretem, hogyha van néhány ilyen kicsit elvonulós szakasz, mert az edzésen is sokszor egy egyedül megyek, tehát ez nem zavar. Ami pedig egyébként így a hangulatot illeti, azért valószínűleg az amerikai versenyek nagyon kiemelkednek, azokon még nem jártam, de az rajta van a Bakancs listán, hogy hogyha itt az európai nagy versenyeken végigmegyek, akkor majd az is meglegyen. Ugye van hat kiemelt ilyen úgynevezett major maraton, és azok közül három amerikai, a Chicago, Boston, New York, ezekre sokszor a legnehezebb bekerülni. Itt nagyon sokan indulnak, nagyon a szurkuló, tehát ezek ilyen, mondhatni, ilyen nagyon buli futások is. Viszont azoknál a pályavezetés a, a Chicago-t lesz, nem feltétlen annyira gyors, és akkor még olyan hat majors volt van a London, meg a Tokió, majd azért azokra is szeretnék eljutni. A versenyeid közül, mert ugye több szenyor olimpiai éremmel is, aranyérömmel is büszkékedhetsz, Tamás, melyik volt a legemlékezebb, vagy ahol nagyon jó hangulat volt, ahol élvezted, és úgy örömmel hát Nem azért, elég. mert a legfrissebb, de tényleg ez, 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 ez azóta legendás már így szakmai körökben akár tévészakmai szakmai körökben is a közvetítés minősége miatt az az idei nyáron, augusztusban a Londonhoz közeli Bászban rendezett a világbajnokság keretében rendezett lézerrán, ez a kombinált száma az ötösának világbajnokság volt, ahol sikerült nyernem, de az, ez már negyedszer sikerült, mint ahogy olimpiai aranyimet is, szenior olimpiai aranyimet is négyszer sikerült nyernem. Érdekes, hogy az rövidebb távokon 800 és 400 méteren. De ez egy kétszer 600 méter és lövészettel kombinálva az ötösának ez a zárószáma. De az attól volt rendkívül, hogy egyrészt egy atlétikai stadionban volt ez megrendezett, tehát a közönség is úgy ültek körül a pályát, másrészt pedig egy helyi televíziós, illetve az egész világra kiterjedő a nemzetői Szövetség a UIPM tv által közvetített két, nem is egy, hanem mindjárt két szakriporterrel, vagy műsorvezetővel, kommentátorral, és ott harsogott a közönség, meg ők is, és tényleg olyan volt a hajrá, nem akarom végigmondani a versenyt, de a lényeg az volt, hogy először vezettem, aztán hibáztam a lövészetben, 60 méter hátányú volt még 200 óra cél előtt, és ezt az utolsó 50 métert sikerült behozni, és szóval ezt óriási hangulattal kommentálták ott a riporterek, ez nagyon nagyon tetszett, és hát nagy megtiszteltetés volt, hogy hogy a, a világbajnok Rob Stahl, interjú volt meg utána, mert ugye a befutó után, a nagy profi versenyeken volt egy ilyen a lihegőben, a szponzorfal előtt egy ilyen, na, hogy volt és mi, és akkor emlékezett rá, hogy ja, az még egy poén, hogy ő itt járt többször is Magyarországon Kecskeméten az ötös a világkupákat, közösen közvetíthettük is, tehát ilyen módon kollégák is vagyunk, ő angolul, és magyarul, a helyiek is értsék, miről van szó. Ő tudta igazán értékeny a dolgot, és Szóval nem mindegy az a közönséget, ha már mondta már, hogy, hogy milyen a, a környezet, a verseny folyamán is, és hogy milyen a fogadtatás, milyen, hát ugye hiú emberek vagyunk, vagy én legalábbis már a médiás munkából kifolyólag is, meg jól esik az, hogyha kicsit megvan adva a módja, ünnepelve is van, de tényleg nem azért, de a verseny alakulása miatt, ha már kérdezted, hogy miért volt, vagy mi az, ami megmaradt, ami nagy élmény volt, az ez volt, Nyilván az első olimpiai bajnoki cím, amit 2011-ben volt Linyánóban 800 méteren, az is egy, egy meghatározó volt, mert az meg teljesen váratlan volt, egy zúgó esőben, bokáig vízbe futva sikerült meglepetésre, magam számára meglepetésre is nyerni. De hát igazándiból nem most ezeket az a helyi értékén kezelni a dolgokat, most ettől én nem gondolom magamról azt sem, hogy mi akár a korosztályom és a világ legjobb lennék, vagy ha még így is vagy, ez egy olyan nagy dolog lenne, mert jó sajnos az van, az elején is mondtam, hogy jó ha, jó, ha, élnek az emberek 60 fölött, vagy 70 ez közelítve Magyarországon, ugye nagyjából 70 év a férfiak várható átlag életkora. Én, én örülök neki, hogy még egyáltalán tudok mozogni, futni, versenyezni ebben az életkorban, és, és élvezem ezeket a kihívásokat, amik kicsit plusz tesznek hozzá, hogy van egy tétje, tehát ilyen nemzetközi megméretés a versenynek az egy, az egy más varást ad a mozgás örömén túl, ami az alap és a legfontosabb. Mindig tervezel rövid és hosszú távon is. Ugye volt, amikor a Budapesti világbajnokság, most ugye már nagyon közel van Párizs. Mik a tervek? Ugye a Párizsi Olimpia mellett lesz egy Európa-bajnokság, és az atlétikában csak minden második évben van uh -huh. EB, és minden második így értelmszerűen az olimpia előtt egy-két hónappal rendezik meg. Nekem azért így ö, magyar futóként alapvetően az Európa-bajnokság a fő cél, mert arra tudok reálisan kijutni és ott labdába rúgni. eddig háromszor jutottam ki felnőtt eb és mindig sikerült a mezőny első felébe végezni, tehát, hogy az erős középmezőnybe is, most rómában lesz az EB, és itt is a, a, a jövővel kapcsolatban ez a fő célom, hogy oda szeretnék kikerülni, és akár most már így a mezőny első harmadába is fölzárkozni. Az olimpia az most nagyon szigorúvá vált, ö, gyakorlatilag olyan ö, szigorú, mint egy világbajnokság. Régebben jobban megvolt az a hagyomány, hogy sok nemzet jöjjön el, hiszen benne van a nevéb is, hogy olimpiai játékok, hogy minden ország hozzá el a legjobb futóit, és nyilván így nagyobb különbségek kirajzolódtak. Ez sajnos most az utóbbi 5-10 évben a, a nemzetközi olimpiai mozgalom ezt visszaszorította és, és most már az a cél, hogy az olimpián is csak a világ élmezőn jöjjön, tehát a, a résztvevői szám is jócskán lecsökkent. Még Rióban, amikor indulhattam, akkor 160-an indultunk a maratonon, most csak 80 embernek adnak indulási jogot, és így az európaiak, akik pont így a kontinensek között így pont nem a legerősebbek közé tartanak, mert mind Amerika, mind Ázsia, mind Afrika erősebb, és elég sok országban csinálják professzionálisan a maratont, így gyakorlatilag ebből a 80-ból szerintem ilyen 10-20 európai fog kb. kijutni, és azért oda nem sok esély van, hogy én bekerüljek. Tehát az olimpia így, így, közvetlenül nem célom, de hát az élsport az olyan, hogy amíg egy százalék esély van, addig persze csinálja. Tehát én azért szem előtt tartom, és mindent megteszek, hogy a legjobb eredmények kijöjjenek a következő hónapokba, de azért nyilván így ígérgetni senkinek nem akarok, úgyhogy majd meglátjuk. Tamás mindig azt mondta, hogy minőségi életet éljen az ember, bármilyen korban van, bármilyen tevékenységben. Én mindig azért azt érzem, főleg amikor szűkítik mondjuk egy olimpiai kontingest, és meg 80 főre leveszik, ott olyan szintű élsportot kell űzni, ami már nem biztos, hogy a minőség kategóriájában. Tehát az már egy olyan önfeláldozás. Minőség csak nem annyira egészség szempontjából <laughs> igen. hasznos, igen. Igen, igen. tehát hogy ez, ez a kettő azért diszonáns igen, én azért is tartom fontosnak, és azért, hogy ez a párosítás zseniálisan választottatok ki minket, hogy egy élsportoló tényleg a csúcsán levő, a profi sportban is jelenlevő szereplő, és én pedig egy kicsit inkább a szabadidős sportot, vagy az idősebb kori sportot képviselem, hogy ez megmutatja a két végletet, vagy a két fontos oszlopát a, az egész sport a sport létnek, hogy nagyon fontos legyenek zászlóvivők, akik csúcsokat futnak, és hát a fizikai teljesítményük erejük teljében vannak, de másrészt legalább fontos, hogy az életünk és az életkorunk minél jobban kitolódjon, nem csak, hogy minél tovább éljünk, hanem azt meg minőségben erre aztán igen, éljük életminőségben, egészségben töltsük, és én azt szeretném bizonyítani, vagy nem is bizonyítani, már talán bizonyítottam, de propagálni, és ezáltal rábírni az embereket, hogy ezt attól, hogy 40, 50 vagy 60 évesek lettünk, ezt igenis lehet továbbvinni, kicsit visszafogottabb tempóval, de versenyezni is lehet akár. Nem kell mindenkinek versenyezni, de mozogjon mindenki. Legalább azt a az orvosok által is előjött heti háromszor egy órát, hogy, hogy, tényleg nem azért, hogy eredményeket érjen el, hanem hogy, hogy jól érezze magát. Uh -huh. Tehát épp testben érkelek, és hogy csomó minden szlogent tudnám, tudnék mondani, de, de hogy, hogy érezzük, értékeljük, és ezért örülök az elmúlt években tapasztalt ilyen létszámbeli fejlődésnek is mondom, ami részben a Covid következménye is volt, hogy, hogy talán egyre többen jönnek rá az egészség értékére, és az életünk minősége milyen fontos, hogy 60-70 fölött is teljes életet élhessünk, az, az, szükséges az, hogy tegyünk is érte valamit, és mozogjunk, és az ne egy olyan dolog, hogy rácsodálkozunk, jé, te futsz, ma is futottam, no, miért? ma is ittál kávét, ma is reggel ma is vacsoráztál, aludtál, ma is az ugyanolyan része legyen, és kell, hogy legyen az életünknek a mindennapi testmozgás, legyen az csak egy lépcsőzés, vagy egy munkahelyre való gyalogos élet. Abszolút Róti. Az élet azért változik, mert ugye két éves a gyerkőcötök? Két éves a gyermek? De most már karácsonykor három lesz, három. és azóta van még egy Igen. három hónapos. Igen. Mennyiben változtatta meg az életed? Mert azért az előbb elejtettél egy fél mondatot, hogy szeretsz otthon lenni, tehát ez néha azért már az otthon fogalma az fontosabb. Persze, főleg az elején az első gyerek első hónapjai az, azok nagy drasztikus változásokat hoztak, ugye kicsit kevesebb alvás, nem olyan minőségű pihenés, meg ugye a tehendőkből is akadtak új dolgok, úgyhogy az egy picit megborította a dolgokat, de nem, nem zökkentett ki teljesen, sőt idővel, ahogy megszoktam és ehhez is hozzáedzöttem, így azt vettem észre, hogy ez egy plusz motiváció, sőt igazán ad egy olyan töltetet, ami előtte hiányzott,

most már azért 32 évesek, és már azért 20 évet eltöltöttem a versenysportból, korábban ugye legtöbbnyire úgy, magam céljai érdekében, tehát volt benne egy ilyen önző motiváció, most meg azért jobban benne van az, hogy, hogy a családom számára is, meg ez lehet egy közös program is, hogy eljönnek és szurkolnak, vagy, vagy otthonról szurkolnak. Várod, hogy óvodás legyen és fusson veled? Ö, igen, azt is. Nem fogom hogy a versenyzést terültetni, de hogy a közös sportélményes, sőt már most is a, a nagyobbik azért nagyon mozgékony, és tudunk együtt mozogni. És belehozott egy plusz dolgot, ami miatt én azt gondolom, hogy, hogy nem, hogy nem, a, tehát nem arról kell beszélni, hogy nehezebb, hanem pont, hogy, hogy boldogabb és, és, jobb. Azt nem mondom, hogy könnyebb, de így jobb. Úgyhogy, úgyhogy nagyon jó döntés volt, hogy elindultunk ezen az úton. És mivel én azért az élsportot is úgy csinálom, hogy persze minden nap edzek, sokszor napi kettőt is, de azért nem azt a leges, legmagasabb szintet, ahol már ugye itt szó volt róla, hogy az egészség rovására megy, és így magukat, tehát én nem ilyen olimpiára megyek, és nem az van, hogy edzőtáborból, edzőtáborba is, és, és, és tényleg kizsák magunkat, hanem azért igyekszem így több lábon állni, és egy sokrétű életet élni, és így amennyire belefér az sportot is belerakni, és így, hogy most megvan a család, és ez a kettő így szuperül kiegészíti egymást. A szülői minta az mindig jön, Tamás. Beszélhetünk a, a négy gyermekedről is, de engem az érdekel elsősorban, hogy veszel most észre magadon olyan dolgot, amire azt mondtad 40 évvel ezelőtt, hogy ezt biztos nem fogom úgy csinálni, mint apám. Vagy olyan, mozdan... a é, Vagy bármiben. Tehát, hát hogy már, már a kezdető fogva semmit nem úgy csináltam, mint ő, vagy ott más, mások voltak a szülői szerepek, a munka megosztás, felosztás. Hát először is mind a ketten dolgoztak, úgyhogy ilyen szemben nem megosztva, volt, mind a ketten dolgoztak, így nem nagyon tudtak velünk napközben foglalkozni, napközisek voltunk később már, már kamaszkorban már ünelátóak, tehát magunknak készítettünk valami ebédet, vagy, tehát nagyon sok mindenben magunkra voltunk ö, utalva, és ennek megvoltak az előnyei hátrányai, és mondjuk a mai létemben ez nagyon hasznos sokszor, egy edzőtábor, vagy máshol is el képesek magamnak, az egyszerűbb ételeket el tudom készíteni, de, de másrésztről nekem, mivel én már a család alapítás időszakába sportolóként érkeztem. Teljesen természetes volt, hogy én próbáltam nyilván több időt szakítani a családra, és visszaszöltem az edzések idejét, mennyiségét. De, de a gyerekek abban nőttek fel, hogy ezt látták, és ez hál' istennek annélkül, hogy erőltetni kellett volna mindenjük számára. Természetes létforma volt. A, az első két gyereknél kosarabdáztak uh -huh. elég hosszasan. A fiam egész eredményes is volt, tehát ilyen ifjúsági, bajnoki vagy felnőtt első osztályú szintig közelébe jutott mondjuk úgy, a lányom kicsit előbb a bajta, de aztán a, a második lányom, Dominika nemrég hagyta abba a versenyszerű a sportást, ő tíz éven át serdülő és ifjúsági kategóriákban sok mindent nyert és viszi tovább az életében a sportban tanultakat, még ha már nem is sportol aktívan. Hát most a kisfiam, a legkisebb gyermek, a 13, most lesz éppen 13 éves Zétény fiam, van man a további remény, és azt az örömet szeretném megélni, amit Dominikával átélettem néhány évvel ezőtt, hogy éppen egy szinten, szintre kerültünk 800 méteren, ő ugyan fejlődésben lévén ért el a 215 t én pedig már visszafelesve, de volt egy év, amikor nagyjából azonos tempóban futottunk is néhányszor együtt, ha a nem is, de úgy egyébként. Na valami ilyesmit szeretnék még megélni, hogy mikor a a legkisebb fiam is már felnőtt lesz, hogy még legyen egy olyan időszak, legalább egy rövid időszak, amikor együtt tudunk sportolni. Szóval próbálom őket egészséges irányba terelni. A szegény gyerekeknek esélyük nincs. Lehet, hogy akkor a labda, labda de igazából viszont. Nem, meg be. volt a labdajáték is, próbálta, focizott is, aztán inkább a futásra állt, át mégis, mármint a kisfiam. Inkább azt a, Az volt a. a. vívást is próbálta, abban is ügyes volt, de végül ő döntött úgy, hogy marad a futás. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy ő is hosszú távú Hát tényleg, amit látnak napi szinten, az Abszolút, az, az, az nagyon rájuk ragad. Én nem az az akarnám ezt irányan. magamtól eldönteni, tehát tőlem nyugodtan vízilabdázhat, de mivel nem fog engem vízilabdázni <laughs> <laughs> látni, azért erre sajnos kicsiesség. Hol láttad a dobolást? Akkor, hogy ez így megragad. No, az még el... egy közös terület, de jó, hogy mondjam. Az érdekes, Igen. mert az valahogy az meg úgy jött, hogy így magától így azt hogy mindenen dobolok, jó a ritmus érzékem, és akkor beirattak egy tanárhoz, szintén első osztályos koromban 7 évesen, és akkor azt így megszerettem, és azóta így hobbiként. Azt mondtad, ha egyszer abba a futást, ilyen sportszeren, akkor, akkor jól lesz több időt dobolni. Ő lehet, mert mert, mert tínézserkoromban, amikor ugye deszkáztam, és mindent csináltam, akkor mindent csináltam, és minde, mindent komolyan akartam. Aztán láttam, hogy azért választani kell, és akkor visszabillent így az élsportra, és akkor volt egy ilyen vízióm, hogy jó, de akkor majd utána a zenét is profi szinten, Hát nem tudom, az végül is egyébként az kortól függetlenül, úgyhogy még nem kizárt, meglátjuk. Nagyon időigényes az a baj vele. A dobást azért mondtam, hogy közös terület, mert egyrészt én, én, is voltam dobos, először kis dobos, még nekem a <laughs> korban volt szerencsém szociálisan. Kék nyakkendővel. Igen, Igen Kék, Aztán közepes dobos, amikor gimnázista korunkban egy ilyen kis házi alapítottunk, valóban úgy, ahogy mondja Gáspár, hogy mindenféle fedőkön és bőrfotelen és egyebeken dobogat, Tam, én, én voltam a ritmus szekció, a trión belül, majd aztán, amikor a ö, legnagyobb fiam, a legnagyobb gyermekem ö, Gergő kosarazott, akkor közben neki jött egy ilyen ötlet, hogy na a dobolás, és akkor együtt jártunk, mert úgyis edzésre is voltam, és akkor a dob órára is vittem, és akkor felváltva egymás után magam is bevonultam ebbe, és volt egy-két év, vettünk egy dobszerkőt otthon, és egy kicsit így az alapokat hogy hozni tudom, a négyeket idáig jutottam, aztán ez is úgy lekopott ez a történet, de de, de az alapvonzalom megvan, és valóban nekem is volt egy ilyen fogadalom. Na, majd egyszer lesz időm. Tehát sosincs időm, mert mindig annyi minden dolog van. Hála Istennek így a tévében, rádióban is megad a sporttal, hogy kevesebb idő jut, de... De a zene is egy fontos, már... fontos szerepet kell, hogy betöltse az ember életébe szerintem is. Már otthon van a dobod? Mert volt egy időszak, amikor nem Nem, ad. nincs most ilyen, úgyhogy sajnos ez is egy, egy visszahúzó erő, úgyhogy ezt majd valaki ki kell találni. Öt évenként ugrik a korosztály, ugye, Tamás? Igen, igen. Én most éppen a 66-os útra léptem, úgyhogy most ez ideális. Úgyhogy mielőtt még megkérdezni, mondom, hogy igen, nagy terveim vannak a jövőre nézve. <laughs> Akkor én azt kívánom, hogy öt év múlva újra üljünk itt, mindenki sikerekkel gazdagodva és okay és ma pedig nagyon köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Mi is köszönjük a lehetőséget. Ez volt a hárman párban, találkozunk a jövő héten.